6. alkalommal lesz a Nyírségi Disznótoros Fesztivál helyszíne a Sóstúi Múzeum falu. A nap során több mint 10 000 adag ételt kínálnak majd kóstolásra. A korábbi években jól fogytak az ételek, ami azt jelenti, nagyon sokan voltak kíváncsiak a rendezvényre. És sokan igénybe vették az ingyenes buszjáratot is, ami így túl zsúfolt lett. Úgy döntöttünk most ebben az évben, hogy a 8-as és az 55-ös buszok járatait reggel 6 és este 6 között ingyenessé tesszük mindenki számára, aki szeretne jönni a fesztiválra. Ez ugye sokkal sűrűbb járatokat engedélyez, sokkal nagyobb tömeget tudunk lekezelni egyszerre, és aki szeretne esetlegesen inni is, nem csak enni kint a faluban, az nyugodtan tervezhet ezekkel a járatokkal. A rendezvényre érkezőket 20 főzőcsapat várja majd, akik nagyrészt megyebeliek, de ketten határon túlról érkeznek. Kaplonyi és Nagykapos állandó résztvevője hasonló gasztronómiai rendezvényeknek. Az eddig megszokott ételfelhozatal mellett pedig idén újdonságokkal is készülnie kell a csapatoknak. Kezdünk ugye a hagymásvérrel, ezt követően a toroskáposztával, hurka, kolbász, pecsenyék, illetve különböző levesekkel. Most bővítettünk a díjazott ételeken. Lesz most olyan, hogy legjobb leves, lesz olyan, hogy legjobb egytálétel, lesz olyan külön, hogy böllértál, és akkor nyilván a szakavatott zsűri fogja bírálni, aminek az elnöke az ebben az évben Revicki Gábor lesz, és a gasztronómiai szövetség delegálta Szoboszlai Gyula mesterszakácsot, Sziránkó Andrást és István András mesterszakácsukat, ők fogják a nap folyamán zsűrizni az ételeket. Pontozzák majd az ízeket, de a látvány is fontos szempont a zsűrizésnél, számít az étel textúrája és a tálalás is. Csapatonként minimum 200 adag ételt pedig úgy kell elkészíteni, hogy azt a rendezvényre kilátogatók tudják elfogyasztani. A gasztronómia mellett pedig a jó hangulat sem hiányozhat majd a rendezvényről. A sót is kell adni az ételhez. Nyilvánvalóan anélkül ízetlen. Már a felvonulás is úgy tervezzük a megszokottakhoz képest, hogy többen leszünk, több bosóval, több népzenésszel, több táncossal, óriás lábasokkal, vásározókkal, akikkel szeretnénk felvonulni a megnyitó előtt. Ez 10 órától kezdődni, de 7-től nyitva van a múzeumfalu a csapatok részére, és nyilván mások részére, akik kíváncsiak, hogy a csapatok hogyan készülődnek, hogyan kezdik meg a főzési munkálatokat. És akkor utána, amikor lement a hivatalos megnyitó, akkor a Szabolcs Néptánc Együttes ad egy műsort, majd később pedig 3 olyan fellépünk lesz, a Komáromi István, a Roberto és a Kocsis János, vagy Kocsis Janika személyében, akik nyilvánvalóan ebbe a millióbe beleillenek. A február 24-i Nyírségi Disznótoros Fesztiválra és Nemzetközi Böllérversenyre a belépés ingyenes, az ételeket pedig 500 forintos kóstolójegyekkel lehet megkóstolni.